Az 1960-as évek elején élt pár tizenéves fiatal Galgahévízen, akik úgy gondolták, hogy kézilabdás csapatot kellene verbúválni. Ennek az alapító csapatnak volt a tagja dr. Basa Antal, a település volt polgármestere. Mi 1958-ban kezdtük az általános, a gimnáziumot, akkor fejeztük be az általános iskolát, és 62-ben érettségiztünk. És ugye írva az 50-es évek végét, akkor még Magyarországon kézilabdában inkább a nagypályás kézilabda volt a divat. Tehát mi focipályán 11 játékossal a férfiak, nők ezt üzték. És a gimnáziumban, mi azt oda jártunk gimnáziumban, Petőfi Sándor gimnáziumban, és Bende tanár úr volt a testevő tanárunk. És akkor már jött annak a szele, hogy hát kellene egy kicsit kézilabdázni, nem nagypályán, hanem kispályán, és ő gondolom, hogy a 60 fele megalakította a Györkön az első kézilabda csapatot, amiben ő is játékos volt. És akkor azért nem tudok pontos dátumot mondani, hogy 60-ban vagy 61-ben, és azt sem tudom, de ígérem, hogy meg fogom tudni, hogy kinek, ki volt az a 3-4 gyerek mondjuk rajtam kívül, aki azt mondta, hogy hát gyerekek, csináljunk egy kézilabda csapatot. Azért volt ez tulajdonképpen nehéz, mert nem volt kézilabda pálya. Na most csapatot csinálni pálya nélkül, az egy nagyon nehéz dolog. Úgyhogy először úgy kezdődött, hogy a focipálya, ami kim volt a Galga mellett, a falutól kb. 400-500 méterre, ott fölfestettünk egy kézilabda pályának való 20-40-es területet, és az volt az első kézilabda meccs, hogy ez pontosan 61-ben, 60-ban, 62-ben, de inkább 61-re gondolok, mert 62-ben már érettségiztünk. És azelőtt már lejátszottuk az első meccsünket, úgyhogy azt hiszem az ős, az első mérkőzés tulajdonképpen az ő bemutató, hogyha fogalmazhatok így, az olyan 61-ben lehetett a focipályán. Azt sem tudom pontosan, hogy kivel játszottunk, a fényképen vannak a játékosok az ellenfél közül is, de nem tudom pontosan, hogy kivel játszottunk, de ott kezdődött. Az alakuló csapat tulajdonképpen két korosztály. De hát az én osztálytársaim, mi voltunk körülbelül 5-6-an, és az egyen fiatalabbak, a 943-asok születésűek, azok voltak olyan 3-4-5-en. És ugye megalakult tulajdonképpen a csapat, az első, hogy egy csapat mez nélkül, gatyák nélkül, bocsánat, nem csapat, egy néhány kézilabdát is szereztünk, és ugye azt hiszem egy évig ezen a focipályán játszottunk, és kellett ugye egy pálya. Most azt csináltuk, hogy igen, körülbelül az iskola, beszéltünk az igazgatóra, az iskola udvaron kijelöltünk egy 20-40-es pályát, ami tiszta föld volt, az iskola udvar, az úgynevezett iskola udvar. És akkor ugye szóltunk a barátainak, a srácok szüleinek, akinek kocsija volt, lova volt, és tulajdonképpen hordtunk, emlékszem, azt mondták, hogy úgy kell csinálni a pályát, jó legyen egy jó agyag alja, és utána pedig salak. Tehát írtunk tulajdonképpen egy salakos kézilabdát, amire nem merem azt mondani, hogy olyan volt, amilyen volt, de mondjuk nem egy francia teniszpályának megfelelően, ugye a párizsi Roland Garrosnak megfelelően salak volt, de hát egy salak pálya, amin tulajdonképpen tudtunk játszani, és így alakult meg a csapat ezzel a 8 fővel, és emlékszem, hogy említettem, hogy kell mez is, kérem szépen, akkor vettünk egy ilyen piros-fehér sejem felsőt, és arra a szüleink, hát akkor a 62-ben, 63-ban nem mondom, hogy a barátnőink, de hát a kis jányok is segítettek, belevéstük ide előre, vagy belevarrattuk, bocsánat, a GRSC-t. Tudjuk, a GRSC-nek az a jelentése, hogy Galgahévízi Rákóczi Sportklub. Nem voltunk mi még szakosztály, de kineveztük magunkat ezt szakosztálynak, és akkor elkezdtük szépen a játékot ezen a salakpályán, és utána kezdtük szervezni a fiatal gyerek, örömmel jöttek. Most ugye nem arról volt szó, hogy mi egy már 18 éves korunkban a faluban egy meghatározó emberek voltunk, de mondjuk a Pintér Feri, aki már azóta meghalt, a Benedek János, a Basa doktor, aki még nem volt Basa doktor, de 63-ban kezdtem az egyetemet, 64-ben már egyetemre jártam, az orvosi egyetemre, úgyhogy minket azért ismertek, fiatalok is jöttek, és elkezdtük a kézilabda sportot Galgahévízen.
az első edző, ha jól emlékszem, az Benkő tanár úr volt. Tehát mi csak így, ugye a Pintér Feri például járt Gödöllőre az Agrárra. Na most az Agráron már akkor rendes kézilabda csapat volt, rendes, emlékszem, a Guszti bácsi volt az edző, tehát ő már hozott valamit tulajdonképpen haza, hogy itt kell csinálni, úgy kell csinálni. Ugye? Én is az orvosi értelemben játszottam, miért elmentem néhány mesre, tehát valamit már tulajdonképpen tudtunk ebből a játékból, de az első, és szerencséje volt ennek a galgahívét, és azt gondolom, ahogy látom itt életem folyamán, mindig nagyon szerencsés az a csapat, vagy az a együttes, ahova megy valaki. Most rögtön megmagyarázom ezt magyarul, hogy mit jelent, hogy tanár úr ugye járt a TF-re, járt a főiskolára, és nem volt Gödöllőn testnevelő állás. Most ő kézilabdázott, és hála Istennek volt Galga Hévízen testnevelő állás, eljött. És Benkő tanár úr 9 évig Galga Hévízen volt testnevelő tanár, és egy roppant, hát mondjuk ki ezt, egy jó ember, aki szakmailag is értett a gyerekek nyelvén. Tehát megkövetelte a dolgokat, és ugye a gyerekeink, emlékszem iskolába, én már mondom, nem voltam azért sokat otthon már akkor az egyetemi tanulmányaim miatt, de hallottam, hogy itt egy atlétikai verseny, itt egy úttörő ugye a sógorom, aki szintén kézilabdázott néhány év múlva, mert ő egy 10 évvel fiatalabb, magasugrásban azt hiszem úttörő olimpiai bajnok tett. Na most ugye a tanár úr mindig vitte a gyerekeket, voltak atlétái, hosszú távfutók, rövid távfutók, ügyességi esélyek, és fölkarolta a kézilabdát. És akkor kezdődött a, hát ha mondhatom ezt a minőségi kézilabda, amikor már tudták a srácok, hogy kell csinálni, mit kell csinálni. És ennek a következménye volt, hogy az ifistáink, a jól emlékszem, egyszer biztos, de lehet, hogy kétszer voltak megyebajnokok. Tehát Galga Hévíz fiatal gyerekei, ugye az ifisták, azok megyebajnokok voltak, és abban a megyébe, amiről majd esetleg majd mondok, hogy mi volt milyen csapatokkal játszottunk, abban a megyébe, ebben a Pest megyébe, amelyik a kézilabda, hát egyik fellegvára, egy jelentős kézilabda bázisok vannak itt Pest megyében, bajnokságot nyerni a megye első osztályba, az nem volt egy egyszerű dolog. És ugye jött tanár, és velünk is foglalkozott. És hát az első néhány évben a területi bajnokságban játszottunk. Két terület volt természetesen, egy északi és egy déli, és ilyen csapatokra emlékszem, hogy Örkény, Pusztavacs, akkor a északiak közül Szigetszent Miklós, Szigethalom, tehát ugye két fele volt véve a megye, és ezekben a területi bajnokságban játszottunk meccseket. És 1968-ban megnyertük a, illetve másodikok lettünk a területi bajnokságban. És ennek következménye volt, hogy osztályzóra mentünk. Most az osztályzó az Pesten a Vörös Péter pályáján volt, és olyan csapatok voltak, mint a Pilisvörösvár, az Abony, Galga Hívézés, még volt valaki, a harmadik csapatra nem emlékszem, vagy nem is volt. És a háromból kettő jutott föl a megye első osztályba. És ugye ebben a kettőben benne volt a Galga Hívész, emlékszem és sose felejtem el, hogy az Abonynak akkor az a Varga Pista volt az edzője, aki nem tudom hány százszoros magyar válogatott, világválogatott, ugye, aki Debrecenben játszott sokáig, és azt gondolom, hogy a kézilabda egyik jelentős alakja volt Galga Hívészen. De úgy emlékszem, hogy az Abonyt vertük akkor ki, és a Pilisvörösvárra jutottunk fel a megye első osztályba, és 69-től a megye első osztályba játszottunk. A Mészáros Pista, akit mondjuk Pista bácsinak hívtunk, mellén csapódott. Egyszerűen szerette a kézilabdát, és 3-4 év múlva ő lett a szakosztályvezető. Ő ment be a szövetségbe, ő a TSZ-ben dolgozott, és miután a sportköri elnök az főnöke volt, a Katona Józsi bácsi, ezért el tudott sokszor szabadulni. Kedden, Pest, hova megy, Pista, szövetségi nap van, el kell menni. Na most ő intézte gyakorlatilag az ügyeinket, és ugye a másik, mondjuk Benkő tanár úr mellett, a kézzeladát megalakító ember volt a Pista, és nem is nagyon tudtunk volna
létezni, hogyha gyakorlatilag ő nincs. Tehát mi azért annyit tudtunk mondjuk egyetemista korunkban többnyire, hogy elszaladt, érte, jöttünk játszani, de az összes szervezés, a bíró füzetése, a pályarendbe tartása, a meccsek lekötése, az gyakorlatilag mind a Pistára maradt, és mi csak azt végeztük a dolgunkat. A női kézilabda csapatra, hál' Istennek ez is alakult, és egész ügyesen játszottak a lányok, ugye ezt Pista bácsi alakította ki, a Mészáros, mert ugye ő neki hiányzott. Van ő neki ő gyereke, de van két nagy lánya, és akkor azok elkezdtek kézilabdást. Innentől kezdve adva volt, hogy meg kell alakítani Galgahelyvízen a női kézilabda csapatot. És tulajdonképpen megalakult ismét az ő segítségével. Ezen szintén hévízi lányok játszottak, gimnazisták, romhányi lányok, nagypanni, tehát voltak ügyesek, és akkor ők is, nem mondom, hogy a megyében mindig meghatározó szerepet játszottak, de abszolút nem játszottak alárendelt szerepet. Tehát volt egy szenzációs is beállósuk, és akkor hát ezt pontosan nem tudom megmondani, de egy olyan 5-6 év múlva megalakultak utánunk a kézilabdások, és ők is játszottak. Tehát Pistának már nem volt kevés dolga ezzel a két csapattal, de ők is ügyesen csinálták a dolgot. És ugye az volt a jó, hogy tanárról mindig hozta az utánpótlást. Tehát sosem volt olyan gondunk, hogy ugye Galgahelyvíz nagy baj van, mert hogy nincs ifi csapat. Az ifi csapatunk sokszor jobb volt, mint a felnőtt csapatunk, tehát jobb volt a helyezése. Nagyon jó érzés. Tehát azért nagyon jó érzés, és örömmel beszélek róla, mert nem csak azért, mert most akkor 10 évesek voltunk, de olyan jó barátság szövődött a gyerekek között. Szóval voltak veszekedések. Meccsen hol nincs veszekedés? Nem mondom, hogy Messi veszekszik a Szavival, vagy nem tudom kivel, de mondhatom ezt, hogy mi szerettük egymást, együtt voltunk minden balhéba, és fiatalok voltunk. És ugye nem számított, hogy most milyen messzire kell menni, és annyira szeretettel és örömmel gondolok vissza, hogy ez egy életem 20 évének, a fiatal koromnak egy nagyon szép ideje tulajdonképpen. Ez majdnem milyen mond, és ez legyen a zászló, mint a 20 éves polgármesterségem, amivel szintén örömmel gondolok vissza. Hamarosan a régi emlékeket közösen is felidézhetik a csapatok, hiszen a szervezők április 28-án vasárnap baráti beszélgetésre és mérkőzésre várják az alapítótagokat és a sok éven át aktív játékosokat, segítőket. A rendezvény hónap 28-án lesz Galgahelyvízen az általános iskolában, és ez elvileg egy 50 éves jubileumi megemlékezés lesz a kézilabda szakosztály részére. Ez a nap hogyan fog alakulni? A nap, mint ahogy sajnos minden jubileumnál előfordulnak, hogy vannak elment tagok, és akik aktívan részt vettek a sport életébe, ott kezdődik a napunk, hogy megemlékezzünk róluk a temetőbe, majd ezt követően lesz egy ünnepi mise, miután folytatódik egy ebéddel, és az ebéd után kezdődik az igazi program ilyen alkalommal, a megnyitóval. Ezen alkalom attán dr. Szűcs Lajos, a Pest megyei közgyűlés elnöke fogja a megemlékezést, az ünnepi beszédet tartani, ráadásul védnökséget is vállalt a jubileum felett, úgyhogy őt várjuk az ünnepségünkre, és onnantól kezdve gyerekjátékok és kézilabda szakosztály szerinti csoportos játékok, baráti mérkőzések fognak lezajlani. A meghívott vendégek a sportolók, tehát akik Galgahelyvízen sportoltak, ez alatt az időszak alatt végigcsinálták ezt a tevékenységet. A környezetünkben élő sportolókat szeretettel látjuk, tehát a Galga mentén élőket, és végül is akinek kedve van egy ilyen jubileumon részt venni, szívesen látjuk ezen az ünnepség sorozaton, és azt is el kell mondanunk, hogy a gödöllői MB1-es csapat fog még ezen a délután játszani, úgyhogy Gödöllőről is szívesen látunk vendégeket. El szeretném még, ha már itt a vendégeknél tartunk, és hogy miért is van ez a nap. Tehát Galgahelyvízen folyamatosan és mindig voltak ezek a jubileumi megemlékezések, és mi is úgy gondoltuk az új képviselőtestület felállásával, hogy akik valamit tettek a községért, és tesznek, és még
a Jóisten élteti őket, akkor legyenek jutalmazva és érdemben el legyenek ismerve ezért a tevékenységért. Úgyhogy nagyon szép plaketteket és emléklapokat is szeretnénk kiosztani ezen a napon azoknak az embereknek, akik tevékenyen részt vettek Galga Évi sport életében. Thank you.